Tisztelt ünneplő közösség, kedves ösztöndíjasok! Engedjék meg, hogy a mai ünnepség műsor vezetőjeként a Magyar Nemzeti Tanács nevében köszöntsem Önöket. Kettős öröm hozott ma össze bennünket. Az első, hogy Magyarország igazságügyi minisztériuma támogatásának köszönhetően a Magyar Nemzeti Tanács már második alkalommal hirdethette meg jogász ösztöndíj pályázatát a Vajdaságban. A másik pedig, hogy a felhívásra minden várakozást felülmúló érdeklődés nyilvánult meg. Ennek köszönhetően ma tehát egyrészt ünnepélyes aláírásra kerülhetett az Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Nemzeti Tanács közötti támogatási szerződés, másrészt pedig kiosztásra kerülhetnek a sikeres pályázók ösztöndíj szerződései. Az alkalom fényét még inkább növeli, hogy körünkben köszönthetjük dr. Répási Róbertet, Magyarország Igazságügyi Minisztériumának parlamenti államtitkárát és rangos képviselőit. Pásztor Istvánt, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Őszintén örülünk, hogy velünk ünnepel Csallóközi Eszter Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja. Dr. Kaizinger Tibor, a Szabadkai Főkonzulátus első beosztott konzulja. Köszöntöm dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjét, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnökét. Köszöntöm Kovács Elvirát, a szerb parlament alelnökét. Nyilas Mihály, igazságügyi államtitkárt. Vicsek Anna Mária, oktatási államtitkárt. Lálics Urbán MSZ-t, infrastruktúra fejlesztési államtitkárt. Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkárt. Szakállas Zsoltot, a tartományi kormány alelnökét, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi titkárt. Köszöntjünk körünkben Ökrész Rozália parlamenti képviselőasszony, továbbá Fremond Árpád és Újvári Zsombor parlamenti képviselő urakat. Üdvözlöm magiszter Hajnal Jenő urat, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. Erdődi Edvina alelnökasszonyt. Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökasszonyát. Köszönjük a szervezésben nyújtott segítséget professzor dr. Ivánovics Josipnak, az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképzőkarának dékánjának és munkatársainak. Köszöntöm dr. Pintér Krekics Valériát, a magyar tannyelvű tanítóképzőkar dékánhelyettes asszonyát. Juhász Bálintot, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjét és a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnökét. Üdvözlöm továbbá a megjelent polgármestereket és képviselőtestületi elnököket. Köszöntöm a Magyar Nemzeti Tanács, a Végrehajtó Bizottság, a Hivatal, az állandó és egyéb testületek tagjait, valamint a társalapított intézmények minden jelenlévő igazgatóját és természetesen a sajtó képviselőit is. Valamint sok szeretettel köszöntöm a mai nap ünnepeltjeit, a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program minden kedves ösztöndíjasát és kísérőiket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az üdvözletek után kérem engedjék meg, hogy elsőként a rendezvény főszervezőjét, magiszter Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét kérjem meg, hogy köszöntse a jelenlévőket. Államtitkár úr, elnök urak, ösztöndíjasok, szülők és hozzátartozók, kedves ünneplő közösség!
A Magyar Nemzeti Tanács 11 évvel ezelőtt elindított ösztöndíj programja tavaly a Vajdasági Jogász Ösztöndíj programmal gazdagodott. Az új ösztöndíjat Magyarország kormánya igazságügyi minisztériumának megbízásából 2021 őszétől a Magyar Nemzeti Tanács adományozza, így is bátorítva fiataljainkat, hogy merjenek itthon jogásznak tanulni szernyelven, mert csak ezáltal tudnak érvényesülni szülőföldjükön, amelyhez egyébként teljes ösztöndi rendszerünk is szerveződik. Valamennyi mögött az elmúlt évtizedben Magyarország kormánya és a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága állt, tavaly óta pedig az igazságügyi minisztérium is. Köszönet és hála érte. Kedves ösztöndíjasok! A Magyar Nemzeti Tanács jogász ösztöndíjasaként tanulni, tudásban, elkötelezettségben gyarapodni felelősségteljes vállalás. Különösen napjainkban, hiszen a történelem folyamán egyre növekvő mértékben válik nyilvánvalóvá az is, hogy az emberi tevékenység akkor terem jó és szép gyümölcsöt, ha a szeretet, a szolidaritás és az igazságosság jellemzi. Önök és jogásztársaik összefogása is szükséges ugyanis ahhoz, hogy a világunkat fenyegető veszélyekkel szemben fel tudjuk venni a küzdelmet, hogy ki tudjunk tartani az igazság, az értékek mellett, mert csak ezek révén érhető el mindaz a jó, amit a gondviselés örök részünké tett. Önöknek ugyanis az élet kultúrájának szolgálatába kell állniuk, a lehető legnagyobb figyelmet fordítva mindarra, ami az emberi élettel, az emberhez méltó élet biztosításával, kultúrájával, erkölcsi és spirituális nevelésével kapcsolatos. Kedves egybes gyűltek! Nehéz időkben az ember mindig a változásban, a megújulásban, pontosabban magában az újjászületésben bízik. Most ismét ennek az újjászületésnek a reményében készül a vajdasági magyarság a közvetlen nemzeti tanácsi választásokra, hogy szülőföldünkön magyarként továbbra is megmaradjunk és boldoguljunk. Megtaláljuk helyünk és szerepünk abban, hogy mindenekelőtt közösségünk érdekeit szem előtt tartva, változó világunk aktív alakítói legyünk itthon, itt Szerbiában. Kedves fiatalok, leendő jogászok! Számotokra az újrakezdés immár nem más, mint olyan nemzetépítő, dolgos és szorgos továbbtanulási lehetőség, amely még inkább összeköthet bennünket, és megerősítheti bennünk a hitet, hogy mindannyian büszke magyarok vagyunk. Ebben a hitben erősít meg bennünket a mai ünnepi alkalom minden kedves vendége is. Mindenekelőtt az igazságügyi minisztérium képviseletében dr. Répási Róbert parlamenti államtitkár úr és a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében Pásztor István elnök úr. Köszönjük államtitkár úr, köszönjük elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelettel kérem, hogy köszöntünket, adja át köszönetünket dr. Varga Judit igazságügyi miniszterasszonynak is. És végül természetesen köszönjük nektek és szüleiteknek, kedves ösztöndíjasok! Köszönjük szépen, elnök úr, köszöntő szavait! Ahhoz, hogy a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program 2021-ben elindulhatott, szükségünk volt egy állandó támogatóra, ösztönző személyre és tanácsadóra. Felkérem hát dr. Pásztor Bálintot, a Gazdasági Akadémia Egyetem docensét, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetőjét és Szabadka Város képviselőtestületének elnökét, hogy köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt főkonzulasszony, államtitkár úr, elnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jövendőbeli egyetemi hallgatók! Nagy öröm az, hogy itt állhatok ma. Mindig mindenki ezt mondja, minden eseményen, de valóban így van. És talán nem véletlen a dátumoknak az egybeesése sem. Volt egy nagyon gyorsan levitézlet politikai szervezet valamikor 7 évvel ezelőtt, amely elcsépelt egy szót, amit nem használtunk egy pár évig, mert óriás plakátokra írták ki, ez az építkezés.
ma valóban építkezünk, hiszen 110 évvel ezelőtt ezen a napon adták át Szabadkán a városházát, Palicson pedig ugyanaznap délután a víztoronyot, a zenepavilont, a női fürdőt és a Vigadónak az épületét Bíró Károly polgármester úr megalkotta ezáltal azt a Szabadkát, amelyet szeretünk, óvunk, és amelyet szeretnénk ilyennek látni néhány évtized múlva is. Ez 1912. szeptember 15-én volt, ma pedig szeptember 15-én a jogász ösztöndíj második évfolyama indul el, szintén az építkezést erősítve, hiszen a közösség akkor tud fennmaradni, hogyha a közösség tagjai építik önmagukat, és ha a közösség képviseletével megbízottak, konkrét intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a közösség tagjai minél egyszerűbben és minél olcsóbban tudják magukat építeni. Itt az olcsó alatt természetesen arra gondolok, hogy a szülőkről levenni a terhet a fiatalok tanulmányai vonatkozásában. Hiszen ahogy Hajnal elnök úr is mondta, a Magyar Nemzeti Tanács 11 éve működteti az ösztöndíj rendszerét, működik évek óta az Európa Kollégium, de mégis azt láttuk, hogy van néhány olyan hivatás, van néhány olyan szakma, amelyektől óckodnak a fiatalok. Ez ennek egészen konkrét, objektív okai voltak. És Magyarország Igazságügyi Minisztériumának köszönhetően, a magyar kormány anyagi támogatásának köszönhetően, és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően tavaly 17-en kezdhették meg tanulmányaikat ösztöndíjasként valamely Szerbiában akkreditált jogi karon. Szeretném kiemelni, hogy a 17-ből 16-an még mindig talpon vannak. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan szakma, amelynek a csinja-binja elsajátítható, és lehet haladni. Ezt azoknak mondom, akik itt az első sorokban ülnek, hogy nem kell ettől megijedni. Az idén pedig 15-en jelentkeztek, és 15-en fogják ma aláírni a támogatási szerződést. Ez azt jelenti, hogy ezt a lendületet fönn tudjuk tartani, és mindkét évben az volt az eredeti elképzelés, hogy csak legyenek 10. Úgyhogy azt gondolom, hogy azt bizonyítják a tények, hogy ez egy olyan program, amit találkozik a közösség tagjainak, a családoknak az elvárásaival. Azt is jónak tartom, hogy addig, amíg tavaly 2 Szerbiában akreditált jogi karra iratkoztak a fiatalok, ez az idei évben már 4, és ha lehetek ennyire szubjektív, és nem azt az egyetemi kart fogom kiemelni, ahol magam is dolgozgatok egy kicsit, hanem egy másikat. Nagy öröm számomra az, hogy talán 20 év után lesz újra magyar nemzetiségű hallgatója a belgrádi jogtudományi karnak. Tavaly, amikor indult a program, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél több fiatalhoz és szülőhöz, érdekelthez jusson el ennek a híre, akkor próbáltunk figyelemfelkeltőek lenni. És akkor én mondtam egy mondatot, amit fölkaptak, és azt mondták, hogy lám-lám, itt mi a VMS-ben a maffiát támogatjuk. Ez egy Al Pacino idézet volt, vagy Michael Corleone, ha úgy tetszik, a Keresztapa 3-ból, amikor sétálgat Michael Corleone a fiával, aki éppen operaénekes szeretne lenni, és a Cavalleria Rusticana szicíliai bemutatójára készül, és azt mondja Michael, hogy fejezd be, fiam, a jogi egyetemet. És mondja, hogy nem, mert én művész szeretnék lenni, meg operaénekes, és nem nekem való. És azt mondja Michael Corleone, hogy idézem, félreértés ne essék, jogásznak lenni életbiztosítás. Úgyhogy szeretném mondani, hogy jogásznak lenni vajdasági magyarként életbiztosítás. Nem mindenhol van így,
mert vannak olyan államok, ahol megnyírbálták azoknak a számát, akik jogi egyetemre iratkozhatnak, hiszen túlkínálat van jogászokból, de vajdasági magyar munkanélküli jogászt én nem ismerek. Úgyhogy akik úgy döntöttek, hogy a jogi pályát választják, úgy gondolom, hogy jól döntöttek, hiszen egyrészt ők munkához, álláshoz fognak tudni jutni, másrészt pedig a közösség biztosítani tudja a jogász utánpótlását. Hiszen csak egy példát szeretnék mondani, én a Szerbiai Parlament Igazságügyi Bizottságának a tagja vagyok, és megérkezett a bírói tanácsnak a javaslata, és például a Zentai Alapfokú Bíróságra 2 bírót fogunk kinevezni a parlamentnek a következő ülésén, és hát a Zentai Bíróság esetében egyik sem magyar nemzetiségű. Nyilván ez nem azért van, mert ez egy magyar ellenes állam, hanem azért van, mert nem nagyon vannak olyan magyar nemzetiségű jogász kollégák, akik eleget tesznek a feltételeknek, hiszen az elmúlt évtizedekben különböző okoknak köszönhetően elrettentették a fiatalokat attól, hogy a jogi pályára lépjenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a tavalyi 16 és az idei 15 hallgatóval, és hogyha ezt a programot folytatni tudjuk, és miért ne tudnánk folytatni, akkor el fogunk oda jutni, hogy 5-6-7-10 év múlva biztosítva lesz stabil alapokon a jogász utánpótlás. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, akár úgy, hogy támogatja, akár úgy, hogy a jogi pályát választja, hiszen hiába írnánk mi ki a pályázatot, hogyha nem lennének jelentkezők. Jogásznak lenni életbiztosítás. Köszönjük szépen a sok-sok támogatást dr. Pásztor Bálintnak. Most pedig megkülönböztetett tisztelettel felkérem dr. Répási Róbert államtitkár urat, mai ünnepségünk díszvendégét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt elnök urak! Tisztelt főkonzulasszony, tisztelt alelnökasszony, tisztelt képviselőasszonyok, képviselőurak, polgármesterurak, polgármesterasszonyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm én is elsősorban a leendő jogász hallgatókat. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni a mai ünnepi rendezvényre szóló meghívást és a Magyar Nemzeti Tanács megtisztelő felkérését, hogy köszöntsem az egybegyűlteket. A meghívásnak és a felkérésnek örömmel tettem eleget, mert jó érzés megosztani az örömöt másokkal, és jó ebben részt venni. Az öröm most elsősorban azoké az ösztöndíjat elnyert hallgatóké, akik joggal lehetnek büszkék eddigi eredményeikre, és örömteli várakozással tekinthetnek az ösztöndíjjal támogatott jövőbeli tanulmányaikra. Őket köszöntöm elsősorban, gratulálok eddigi teljesítményükhöz, amivel elnyerték az ösztöndíjakat. Arra biztatom és bátorítom önöket, kedves ösztöndíjasok, hogy a most kapott támogatást is felhasználva szerezzenek alapos ismereteket, hogy jogászként biztos tudás birtokában eredményesen működhessenek a helyi magyar közösség érdekében. Köszönöm a Magyar Nemzeti Tanácsot is, akiket a Magyar Kormány Igazságügyi Minisztériumának akik a Magyar Kormány Igazságügyi Minisztériumának támogatásával egy évvel ezelőtt írhatták ki első alkalommal ezt a pályázatot, amelynek keretében a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program támogatását kérhették a magyar nemzetiségű leendő egyetemi hallgatók számára. A pályázat azoknak a magyar anyanyelvű fiataloknak szól, akik a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált jogászképzésben kezdik meg a tanulmányaikat, és akik vállalják, hogy a tanulmányaik befejezése után legalább 3 évig a szülőhazájukban gyakorolják majd a hivatásukat. Az ösztöndíj iránt a kiíró tapasztalata szerint az elmúlt évtizedben sosem tapasztalt figyelem nyilvánult meg, ezért a minisztérium készséggel emelte meg a pályázat keretében a rendelkezésre álló összeget, hogy újabb hallgatói évfolyamot támogasson,
mint az ösztöndíj program első évéhez számított támogatás. Köszönöm ezt a helyi magyar közösségnek, és kívánom, hogy a most útnak induló fiataljaik felsőfokú tanulmányaik befejezése után itt maradva tovább erősítsék és védjék magyarságukat. Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határaink kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, a szülőföldön való boldogulásukat. Ezt a magyar alaptörvényben megfogalmazott államcélt és kiemelten a szülőföldön való boldogulást szolgálja a magyar kormány képviseletében az igazságügyi minisztérium azzal, hogy támogatja a magyar anyanyelvű fiatalok továbbtanulását a jogi pályán. Meggyőződésem, hogy ez a törekvés összhangban van a Magyar Nemzeti Tanács céljaival és a meglévő ösztöndíjrendszerrel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntő és köszönet illeti meg a szerb köztársaságot is, amelynek fogadókészsége tette lehetővé, hogy az országban élő magyarok olyan autonómiát élvezhetnek, amelyben Európa számos országában nem lehet részük a nemzeti kisebbségeknek. Ezért nem lehet senki számára meglepetés, hogy Magyarország elkötelezett Szerbia Európai Uniós tagsága mellett határozottan támogatjuk a velünk sorsközösségben lévő országot a csatlakozási folyamat minden szakaszában. Azt szeretnénk, ha a Szerbiában és ezen belül különösen a Vajdaságban élő honfitársaink is élvezhetnék az Európai Uniós tagság előnyeit. Amikor Szerbia az Európai Unió tagja lesz, akkor lesz majd igazán fontos, hogy a magyar közösség összetartói legyenek azok a jogászok, akik Magyarország határain kívül élő magyarként, szülőhazájuk nyelvén és szülőföldjükön dolgozhatnak a helyi közösségek erősítésén. Ezzel erősítik a kelet-közép-európai népek közösségét is, ami nélkül nincs erős Európa, és szolgálhatják a két ország együttműködését, ami elkerülhetetlen, sőt talán mondhatjuk, hogy történelmi szükségszerűség. A szülőhazájuk nyelvén hivatásukat gyakorló jogászok, akiket ugyanakkor sajátjaként ismer és fogad el a helyi magyar közösség is, ezért nem csak a közösségnek, de személy szerint az érintetteknek is olyan értéket jelentenek, aminek nagyságát ma még talán fel sem tudjuk becsülni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kihívásokkal teli világban élünk, Magyarország szomszédságában háború zajlik, ezzel összefüggésben a brüsszeli szankciók eredményeként egész Európát energiaválság sújtja, és mindez tetézi az illegális bevándorlás, amelynek hullámai egyre magasabbra csapnak, és aminek következményei a Szerbiában élő magyarokat is közvetlenül és súlyosan érintik. Ebben a helyzetben fontos, hogy az elmúlt évtizedben felépített bizalmi viszonyrendszernek köszönhetően sikerült történelmi szintre emelni Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatokat. A múlt év szeptemberében tartott magyar-szerb kormányközi csúcstalálkozón aláírt stratégiai megállapodással új fejezet nyílt az együttműködésben. Rendszeresek a magas szintű találkozók, legutóbb néhány nappal ezelőtt szeptember 9-én Szerbia hivatalos látogatása során Novák Katalin köztársasági elnökasszony részt vett itt, ahol éppen most vagyunk, az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképző kara felújított épületének avatásán, holnap pedig Orbán Viktor miniszterelnök látogat Belgrádba. Meggyőződésem, hogy a Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatok dinamikus fejlődését és a Szerbiában élő magyarok szülőföldön maradását jól szolgálja a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program, amelyet Magyarország a 2022-23-as tanévban 24 millió forinttal támogat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amint köszöntöm elején is mondtam, az örömöt szeretjük megosztani, hogy abban mások is részt vehessenek. Ez a mai ünnep pedig kétszeresen is öröm, egyrészt minden egyes hallgatónak, aki elnyerte az ösztöndíjat, másrészt pedig a közösségnek, az itteni magyaroknak, hiszen láthatják, hogy van út a megmaradás, a gyarapodás felé, ennek a reményét adják az ösztöndíjas fiatalok, akik vállalásuk szerint a jövőben is a helyi közösséget fogják erősíteni. Kívánok az ösztöndíjasoknak eredményes tanulmányokat, azt követően pedig sok sikert a munkájukban,
a jogászi hivatás gyakorlása során a vajdasági magyar közösség és saját javukra egyaránt. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen államtitkár úr ihletett és ösztönző szavait és gondolatait. Ünnepi programunk folytatásában tisztelettel felkérem dr. Répási Róbert államtitkár urat és magiszter Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, hogy a már korábban kézjegyükkel ellátott szerződést nyújtsák át egymásnak. József Attila, Thomas Mann üdvözlése. Mint kisgyermek, ki már aludni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Így nem bukik rá hirtelen az éj. És még kis szíve nagyon szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a meséte vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk. Ülj le közénk és mesélj. Mondd el, amit szoktál, bármi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Chauchat estén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, és az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyata rág. S mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak maradjunk, és nők a nők. Szabadok, kedvesek, s mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen, mi hallgatunk. S lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy európait. Az ünnepi alkalom résztvevőit és a hosszú távú együttműködést egy József Attila verssel köszöntötte Hajvert Ákos, Radnóti díjas versmondó, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnöke. Köszönjük szépen! Kedves ösztöndíjasok, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke már korábban aláírt szerződések kiosztása következik. Ezért tisztelettel felkérem államtitkár urat, dr. Répási Róbertet, és hogy adja át ösztöndíjasainknak a szerződést, még magiszter Hajnal Jenő elnök urat arra, hogy egy könyvcsomaggal ajándékozza meg a jogász hallgatókat.
A sort Bálint Hunorral kezdjük, aki 2003. augusztus 9-én született Zentán, ahol jelenleg is él. A Csókai Vegyészeti Élelmiszeripari Középiskolát követően sikeres felvételi vizsgát tett a Gazdasági Akadémia Egyetem gazdasági és igazságügyi jogi kara szabadkai kihelyezett tagozatán. Balla Marianna 2003. augusztus 9-én született Topolyán, kulai lakos. A Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium után az Újvidéki Egyetem jogtudományi karának első éves hallgatója lett. Besígy Danilo 2003. november 27-én született Zentán, családjával Szabadkán él. A Szabadkai Szvetozár Márkovics Gimnázium után az Újvidéki Egyetem jogtudományi karának első éves hallgatója lett. Borsos Ramona 2003. július 18-án született Zentán, családjával Oromon él. A Zentai Egészségügyi Középiskola gyógyszerész technikusi szakán végzett, majd sikeresen felvételizett Újvidéken, és a Gazdasági Akadémia Egyetem gazdasági és igazságügyi jogi karának hallgatója lett. Csorba Anna 2003. november 1-én született Zentán, törökkanizsai lakos. A Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola ügyintéző titkári szakán tett érettségi vizsgát. Több éve készül az Újvidéki Egyetem jogtudományi karának felvételi vizsgájára, és az idén ősszel már itt is folytatja tanulmányait. Farkas Lara 2004. február 2-án született Szabadkán, csantavéri lakos. A Szabadkai Szvetozár Márkovics Gimnázium befejezése után a Gazdasági Akadémia Egyetem gazdasági és igazságügyi jogi kara szabadkai kihelyezett tagozatán folytatja tanulmányait. Komáromi Kázmér 1982. december 3-án született Topolyán, kishegyesi lakos. A Szabadkai Bosza Milicevics Közgazdasági Középiskola tanulója volt. Hosszabb kihagyás után munkavállalás mellett úgy döntött, beiratkozik egy felsőoktatási intézménybe. Októberben kezdi meg tanulmányait a Gazdasági Akadémia Egyetem gazdasági és igazságügyi jogi karának szabadkai kihelyezett tagozatán. Monyák Sebastian 2003. április 6-án született Zentán, ahol jelenleg is él. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában, azaz a Zentai gimnáziumban fejezte be társadalmi nyelvi tagozaton. A sikeres felvételi után októberben megkezdi tanulmányait a Gazdasági Akadémia Egyetem gazdasági és igazságügyi jogi karának szabadkai kihelyezett tagozatán. Nagy Fanni 2003. augusztus 3-án született Magyarországon. Baján. Középiskolai tanulmányait a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában fejezte be, tanulmányait a Vajdasági Székvárosban az Újvidéki Egyetem jogtudományi karán folytatja. Körtvélyesi Zoltán 2004. március 31-én született Zentán, adai lakos. A Zentai Egészségügyi Középiskolában fejezett ápolói szakon, majd beiratkozott a Gazdasági Akadémia Egyetem gazdasági és igazságügyi jogi karának szabadkai kihelyezett tagozatára. Oroszi Vékony Beáta 1994. április 21-én született Verbászon, Szent Tamási lakos. A Szabadkai Bosza Milicevics Közgazdasági Középiskola tanulója volt. Ő is bebizonyította, hogy sosem késő megkezdeni a felsőfokú tanulmányokat. Az Unión Egyetem dr. Lázár Vrkatics jogi és üzleti karának első éves hallgatója lett. Szőke Zsóka 2003. december 8-án született Zentán, ahol jelenleg is él. Középiskolai tanulmányait a Zentai Egészségügyi Középiskola gyógyszerész technikusi szakán fejezte be. Egyetemi tanulmányait viszont már Újvidéken, az Újvidéki Egyetem jogtudományi karán kezdi meg.
Tóth Szandra, 2003. április 3-án született Szabadkán, szabadkai lakos. A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium általános szakán végzett, majd sikeres felvételi vizsgát tett az Újvidéki Egyetem jogtudományi karán. Végső Vivien, 2002. augusztus 13-án született Szabadkán, bács-fekete-hegyi lakos. A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium után Újvidékre, a Művészeti Akadémiára iratkozott, idén viszont új kihívást keresett és sikeres felvételi vizsgát tett az Újvidéki Egyetem jogtudományi karán. Ismerve Vivient, biztosak vagyunk benne, hogy a két egyetemi képzést meg tudja valósítani. És a sort zárom Vitéz Rind Rolanddal. Roland 2004. január 3-án született Magyarországon, Szegeden, palicsi lakos. A szabadkai Szvetozár Márkovics gimnáziumban tett érettségi vizsgát követően a Belgrádi Egyetem jogtudományi karán is sikeresen felvételizett. Kedves államtitkár úr, elnök úr, köszönjük szépen a közreműködésüket, sikeres tanulmányi évet kívánunk ösztöndíjasainknak. A műsorunk végén pedig a tisztelt megjelenteket arra kérem, hogy énekeljük el együtt a szózatot.